Olvasnak, tévéznek, vagy épp kötnek. Az idősek hétköznapjait telhetnek így is. De ahogy mindenki más, ők is vásárolnak boltban, rendelnek katalógusból, vagy az internetről. Számos veszélyt jelenthet ez számokra és ezért Horváth László fogyasztóvédelmi tanácsadó szerint érdemes tisztában lenni a jogainkkal, így például az új fogyasztóvédelmi törvényel is. Ez a jogszabály nagyon sok a fogyasztó részére kedvező változtatásokat tartalmazott. Nagyon sok olyan dolgot tisztázott, ami korábban ilyen gumi jogszabály volt, ha akart értem, ha akarom, nem értettem. A leglényegesebb az, hogy mi korábban egységesen egy, egy esztendő volt, tehát egy év volt a jótálas időtartalma, most van egy év, kettő év, három év, tehát sávossá változott, és az azt jelenti, hogy attól függ, hogy milyen értékű volt az a termék, amit megvásároltam. 10.000 forint alatt, 10.000 forint és 100.000 forint közötti terméknél marad az egyesztendő, 100 és 250.000 forintnál kettő esztendőre bővült, és 250.000 forint fölött. 300 három évre bővült a jótás. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a jótállás ugye rögtön én is úgy kezdtem, ami 10 ezer forinttól. A jótállás a termékekre 10 ezer forint értékhatár fölött vonatkozik, tehát annál kisebb értékű termékre, nincs jótállás. Természetesen nem veszít ilyenkor sem a fogyasztó, ilyenkor viszont életbe lép a szavatossági jogszabály, tehát a szavatosság alapján kérheti adott esetben a jogainak az érvényesítését. Orvát László arról is beszélt, hogy fontos, ha panaszunk van, azonnal írjuk le az úgynevezett vásárlók könyvébe. Ez minden bodban megtalálható, csak kérni kell az eladótól. Az internetes és katalógusos vásárlások esetében azonban más a helyzet. Ha én vásárolok valamit interneten vagy akkor 14 napon belül elási, elállási jogom van. Tehát nem kell indokolnom, hogy miért nem kérem a terméket, minden további nélkül visszaküldhetem. Most a visszaküldésben bent van az is, hogy vissza kell küldnem, tehát ez a visszaküldési kötelezettség engemet terhel, tehát csomagolnom, nekem kell visszaküldenem. A, a Vannak olyan termékek, aminél nem lehet találni a, a vásárlástól, tehát ilyen egy könyvet például, vagy fehér nemüt, vagy ehhez hasonló termékek esetében. Szeretném azt kihangcsolni, mert szóba, szóba jött a, a, termékbemutatós dolog. Termékbemutatónál is ugyanez vonatkozik, hogy 14 napon belül elállhatom, azt viszont örömmel jegyzem meg, hogy egyre kevesebb az ilyen termékbemutatós panaszoknak a száma. A szakember szerint arra is fel kell hívni az idősek figyelmét. Ha valamilyen weboldal például pont húra végződik, az nem biztos, hogy magyar. Ezért érdemes ellenőrizni az oldal valódiságát és adatait, mielőtt vásárolnánk bármit is. Ha úgy érezzük, nem vezet eredmény a reklamációnk akkor pedig a békéltető testülethez kell fordulni a békeltető testületnek ugye több lehetősége van határozat, többféle határozat hozhat. Az egyik és a legfontosabb és a legjobb benne, hogy egyesség születik. Tehát ugye mert a eljárás az úgy zajlik le, hogy ilyen esetben meghívják a panaszost, meg a kereskedőt, tehát a vállalkozót, akivel és akkor egy háromtagú eljáró tanácsba, vagy egy fő mellett elbeszélgettek, most ezt idézőjelbe teszem, tehát ugye megpróbálják kibogozni az ügyet, és hogyha ott megállapodnak, és arra a határozat születik, egyesség határozat, olyan, mint hogy a bíró. Horváth László tanácsa az, ha az idősek nem biztosak a dolgukban, inkább kérjenek segítséget másoktól, akár a vásárlásról, akár a reklamációról van szó.